Mintegy 150 résztvevő érkezett csütörtökön a DAB székházba, köztük a Debreceni Egyetem szakemberei, hallgatók, kihelyezett tanszékek kutatói, valamint vízgazdálkodással foglalkozó vállalatok képviselői is, hogy az idei hidrobiológus szakmai fórumon megünnepeljék a kar 10 éves múltjának sikereit. Az elmúlt években a hidrobiológus mesterszak folyamatosan fejlődött és töretlen sikerrel tudott működni, és tette ezt annak ellenére, hogy ugye országosan is csökkent, ugye ennek tanúi voltunk a természettudományok iránti érdeklődés, mégis tudta növelni a hallgatói létszámát. Úgy gondolom, a siker kulcsa mindenképpen az, hogy ez a szak nagyon jól van pozícionálva. Ezen azt értem, hogy egyrészt tudományos kiválóságot ad, tehát fel tud készíteni a tudományos kutatói pályára, ugyanakkor ezzel párhuzamosan van egy nagyon jól körülhatárolható munkaerőpiaci szegmens, amely számára a szakembereket képez. A szak további fejlődése érdekében az oktatási intézmény együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi karával és a Magyar Természettudományi Társulattal. Országos projektek minden bizonnyal indulnak a jelentős vízgazdálkodási problémakörök esetében. Ez jelenti például a hullámterek vizsgálatát, vagy a Balaton kérdéskörét, de ide sorolhatnám egyébként a kevés víz problematikáját is, tehát a kisvizes időszakok kérdését, vagy az aszálynak a kérdését. Ezekben minden bizonnyal tudjuk az erőforrásainkat egyesíteni, és hát szeretnénk kialakítani egy olyan hálózatos együttműködést, amely a hazai vízgazdálkodást ügyét előrébb viszi. A természettudományi és technológiai karon kiemelkedő színvonalú a hidrobiológus képzés, valamint jelentősek a geoinformatikai és távérzékelési kutatások.